4:08 múlt 5 perccel folytatjuk a ma reggelt. A szélső jobboldal indítatású németországi terrorcselekmények veszélyének növekedésére figyelmeztet a Német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hatóság. Erről írt a Welt am Sonntag című vasárnapi német lap a Nemzetbiztonsági Szolgálat egy belső használatra készült elemzése alapján. Barna folytatja a témát szakértő vendégével. Köszönöm szépen, Gauss Pötla, a Nézőpont elemzője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, üdvözlöm a kedves nézőket! Indulásképpen két gondom van ezzel a hírrel. Az egyik, hogy bizalmas belső használatra készült, akkor hogy keveredett ki, bár hát nem ez lenne az első ilyen jelentés. A másik meg azt mondja, a terrorveszély növekedésére számítanak. Már hogy a szélső jobboldali terrorveszély növekedése, akkor eddig is volt? De 33 embert azonosította. Igen, eddig is volt, azért, ha megnézzük, ugye volt az a elhíresült három főből, két fiatal férfiből és egy nőből álló terrorcsoport, ugye, akik migrációs hátterű embereket gyilkoltak meg az elmúlt években, és utána a két férfi gyanús körülmények között az életét vesztette, tehát lőtsebbel találták meg őket egy kiégett lakókocsiban. A hölgytagról kiderült, hogy részben együttműködött a titkos szolgálatokkal, tehát egy nagyon-nagyon érdekes eset volt, de azt mondják, hogy ez volt ugye az újkori Németországban a legradikálisabb szervezet, akik valóban több ember haláláért felelősek. Szervezkedésekről lehetett tapasztalni még a német hadseregen belül, ugye ott is voltak katonák, akik azt mondták, hogy elég a migrációból, és hogy igazából fegyverkezni kell a muszlim veszély ellen, tehát a radikális muzulmán országból érkezett terrorgyanú személyek ellen, mert biztosak abban, hogy egy komoly fenyegetés jelentenek. De az, hogy konkrétan így valami készült volna, a titkosszolgálatoknak nem volt róla tudomása. Olyanról igen, hogy az emberek próbálnak például fegyvereket szerezni, hogy vagy legálisan belépnek mondjuk vadászegyesületekben, sportklubokba, lövészklubokba, hogy legálisan lőfegyverhez jussanak. Sokan megpróbálnak feketén külföldről, mondjuk Szerbiából, Spanyolországból, vagy olyan országokból a könnyebb lőfegyvert beszerezni, ezekhez hozzájutni. De az, hogy egy komoly veszély lenne, igazából nincs, ezt kicsit felfújják mindig, különösen a baloldali liberális lapok. Spiegelben jelennek meg mindig rendszeresen ilyen cikkek, hogy nagy a barna veszély, ugye a barnák alatt a szélső jobb oldalt értik, meg hogy politikusok is rendszeresen kinyilatkoztatják azt, hogy többet kell tenni a baloldali veszély ellen, de ha valóban megnézzük, igazából jobboldali veszély ellen baloldali veszély van, tehát ha megnézzük az Antifát, meg a különböző anarchista szervezeteket igazából, akik szinte azt mondom, a kormány jóváhagyásával vesznek részt tüntetéseken, és ezeket átfordítják mindig egy erőszakos megmozdulásba. Ez sokkal nagyobb, tehát nincs egy olyan konkrét jobboldali terrorfenyegetettség, ami miatt az embereknek félniük kellene. Egyre több plakátot lehet látni a buszmegállókban, Berlinben, metró megállókban, amiben felszólítják az irakiakat és a szíreket főképp, hogy menjenek haza, mert most már az ő országukban nincsen terrorveszély, és el kéne a dolgos kéz az újjáépítéshez. Hát nem tudom, hogy mennyire lesz ennek foganatja. Hát sajnos nincs nagyon foganatja, tehát elenyészően kicsi azoknak a száma, akik valóban hazatérnek, tehát kapnak egy bizonyos anyagi segítséget is a német kormánytól, ugye ezek a önkéntes hazatérők, de nem nagyon akarnak, mert ugye a segély, amit kapnak, a sokkal magasabb, mint amennyit becsületes munkáért kapnának a saját hazájukba, ezért nem annyira lukratív nekik a visszatérés. Egy nagyon érdekes elemzés látott napvilágot. Egyébként megmondom őszintén, hogy Dezső Tamás, asszirológus professzor, az ELTE BTK volt dékánja, ismertette, egy ENSZ adatbázison nyugszik. Eszerint korcsoportonként és országonként egészen Afganisztántól Marokkóig a legfőképpen muszlim világ létszámát taglalja, mely szerint az 1950-es években 180 millióan voltak ebben a 28 országban, többségében muszlim országról van szó. Jelenleg olyan 880 millióan vannak, és az ENSZ jelentése szerint 2050-re 400 millióval többen lesznek. És a elemzők szerint nincs hova menni, hát merre menjenek, Kínába nem mehetnek, Oroszországba nem mehetnek, Indiába főleg nem mehetnek, óceán felé nem lehet menni. Hova jönnek? Európába. Európába értelemszerűen, tehát ezekben az országokban ugye nincs egy családtervezés, tehát azt tapasztaljuk ugye a legtöbb muzulmán országban, legyen az a közel-kelet, vagy legyenek akár távol-keleti országok, mondjuk Malázia, Indonézia, hogy nagyon magas a születési ráta, nagyon magas a gyermekek száma, és minél szegényebb régiókat vizsgálunk, annál nagyobb. Tehát ameddig mondjuk a fővárosban, például Jakartában egy családban 2-3 gyerek van, hogyha lemegyünk például vidéki régiókba, azt tapasztaljuk, hogy akár csak Afrikában 8-9 gyerek.
ezek a régiók ugye nagyon fiatalok az átlag életkor, itt Afrikában 24, ezekben az ázsiai régiókban 27 év. És ez az expandív születés valóban ahhoz vezet, hogy elvesztik igazából a területet. Tehát lehet látni, például én magam is tapasztaltam Dél-Kelet-Ázsiában, hogy tűnnek el ott is ugye az esőerdők, szükség van területre, mind a mezőgazdaságban növekvő lakosság szám miatt, mind pedig ugye területeket nyernek azért, hogy újabb településeket, városokat építsenek, tehát ez egy őrült nagy probléma. Érdekes, hogy ebben a 400 milliós növekményben csak az arab világ van benne, a fekete-afrikai térség még nincs. Fekete-Afrika is. Ott jelen pillanatban 1 milliárd 200 millió ember él, és az ENSZ adatai szerint 2050-re ez meg fog duplázódni, 2100-ra meg fog négyszereződni. És abban biztos vagyok, hogy több mint 4 milliárd embert az a kontinens nem fog tudni eltartani. Tehát nincs annyi agrárium, nincs annyi víz, nincs annyi anyagi reszor, hogy ezeket a tömegeket el tudják látni, és el fognak indulni természetesen mind Ázsiából, mind Észak-Afrikából, mind pedig a fekete-afrikai régióból Európa felé. Tehát ez az egyetlen út igazából nekik. Tehát már egy belső migrációra nem lesz lehetőség. Más téma, de kapcsolódik ehhez. Manfred Weber, a néppárti csúcsjelölt az Európai Bizottsági posztra most a CDU-CSU kampányítóján meglepő bejelentéseket tett. Ő majd rendezni kívánja a választások után a migráns kérdést. El is mondta, hogy hogyan, de mondott, hogy sok minden mást is. Igen, nagyszerű, úgy meghallgattam, és tényleg úgy fényes ezt a semmit, úgy körülbelül, hogy Angela Merkel is szokta. Tehát olyan dolgokat mondott, hogy 2027 helyett, ő már 2022-re meg szeretné emelni 10 000 fővel a Frontexnek a létszámát. Csak hogy ugye Jean-Claude Juncker az isiásza ellenére ezt már 2020-ra meg szerette volna oldani, ám a parlament ezt leszavazta. Tehát azt mondták ott a képviselők, hogy állj, ilyen gyorsan ez nem megy, különböző okokat soroltak fel, nagyrészt ugye anyagi meg személyi okokat, és 2027-re irányozták elő, ezt a parlament el is fogadta, erről már törvény van, tehát ezen Manfred Weber nem tud változtatni. Ugye szóba került akkor igazából, hogy mit kellene kezdeni azokkal az országokkal, akik nem akarják elfogadni a kötelező kvótát, hogy ezt mégiscsak erőltetni kell. Hát igazából a kötelező kvóta is már meghalt, ugye nagyon sok ország nem fogadta el, már nem is foglalkozik vele az Európai Parlament, tehát igazából ez is elpuffant a semmiben. Ugyanúgy, hogy van 1000 törvény, ugye, amikre igazából nincs is szükség, hanem a bürokráciát egy kicsit csökkenteni. Brüsszel többször nekiment már ennek, de igazából nem mertek a képviselők dönteni ezeknek a törvényeknek a felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről, egyszerűen a politikai korrektség miatt. Ugyanúgy Manfred Weber beszélt például ugye a műanyag szennyeződésről, amit a világon, különösen a tengerekben tapasztalhatunk, és hogy ennek gátat kell vetni, csak Manfred Weber elfelejtette megemlíteni, hogy az Európai Unió elenyésző ebben a szennyezésben. A legfőbb kibocsátója ezeknek a műanyagoknak például Kína. És ugye a kínai műanyagipar, hát ez egy óriási lobby körülbelül, mint az amerikai fegyverlobby, olyan erőkről beszélünk, itt hatalmas gazdasági potencia. Hát ha leül Kínával, szerintem ők fejcsovával fogják mondani, hogy hát majd egy 100-200 éves turnusban ezt majd valahogy redukálni fogjuk, de jelen pillanatban nem fogjuk tudni. Úgyhogy rengeteg dolgot mondott, nagyon éles támadás érte például tegnap a liberálisok részéről. Nicola Beer, az FDP-nek, a német liberálisoknak a főtitkára mondta, hogy igazából nagyszerű dolgokat mondott, csak mind az FDP-től lopta, mert ezek nekik voltak igazából pártprogramjaik, tehát ő összeollózta Manfred Weber, és érdekes módon még a liberális lapok, például Der Spiegel is élesen támadta, hogy nagyon szépen beszél, csak nem mondott semmit. Gáros Pötlen, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy itt lehettem.